8 óra múlt 22 perccel, lesz továbbra is a ma reggel az M1-en. Ilyenkor szokásos koronavírus körképünkkel folytatjuk. Nézzük elsőként a világból a friss adatokat. Eddig több mint 188 millió 925 ezeren fertőzöttek meg. A beadott védőoltások száma meghaladta 3 milliárd 535 milliót. A világon pedig eddig több mint 4 millió 66 ezeren haltak meg a fertőzésben. Az adatokat ezúttal is az amerikai Johns Hopkins Egyetem összesítette. Most pedig vissza Európába, ma is három helyszínre kapcsolunk, mégpedig az Egyesült Királyságba, Ukrajnába és Romániába. Körképünket Nagy-Britanniával kezdjük, ahol a legfrissebb adatok szerint a felnőtt lakosság több mint kétharmada már megkapta a koronavírus elleni oltás mindkét dózisát. A brit kormány döntése értelmében július 19-éig mindenkinek meg kell kapnia a vakcina első dózisát. Hétfőn pedig feloldják a koronavírus járvány megfékezésére elrendelt korlátozások legtöbbjét Angliában. Londoni tudósítónkhoz, Kertész Róberthez kapcsolunk. Milyen korlátozások vannak még érvényben, és hogyan befolyásolta a döntést a delta vírus változat? Jó reggelt kívánok a nézőknek! A brit kormány nagyon részletes nyitási menetrendjének utolsó negyedik szakaszához érkezünk el hétfőn. A még érvényben lévő igazából nagyon kevés korlátozás is megszűnik, jogi korlátozás szűnik meg a július 19-én. Ezek közé tartozik a legfontosabb például az, hogy megszűnik a maszkviselés kötelezettsége a közösségi terekben, főleg a zárt közösségi terekben, tehát például boltokban, üzletekben, a tömegközlekedési eszközökön. Ez átalakul ajánlásra. Tehát a brit kormány nem mondja azt, hogy hétfőn mindenki dobja el a maszkját, azt mondja Boris Johnson miniszterelnök, személyesen fejtette ki, hogy azért jó lenne, hogyha mindenki úgy döntene, hogy a zsúfolt, főleg zárt helyeken továbbra is mindenki viselje a maszkot. Az egyes áruházláncok, nagybritanniai áruházláncok is jelezték már, hogy meg fogják, ha nem is követelni, de meg fogják kívánni, meg fogják kérni fogyasztóikat, látogatóikat arra, hogy hétfőtől is viseljék a maszkot. Sadiq Khan, londoni polgármester már közölte szintén, hogy a londoni tömegközlekedési eszközökön hétfőtől is elvárás lesz az utasok részéről a maszk viselése. Megszűnik az a kötelezettség is, hogy például a vendéglátóhelyeken jelenleg nem lehet a bárpultoknál rendelést felhívni, nem lehet a bárpultoknál fogyasztani, csak asztalnál lehet rendelni és fogyasztani. Tehát ez egy nagyon komoly korlátozás volt, főleg a pub szektorban, amely több tízezer tagja van Angliában, Nagy-Britannia szerte. A pubok tulajdonosai nagyon komolyan panaszkodtak, hogy ez az előírás gyakorlatilag lehetetlené teszi a kifizetődő nyereséges működésüket. Ez megszűnik hétfőtől. Megnyithatnak tavaly március óta először az éjszakai szórakozóhelyek, azok az első záratúta gyakorlatilag zárva kell, hogy tartsanak, ők is megnyithatnak, szintén több tízezer intézményről van szó, és megszűnnek mindenféle létszámkorlátozások az összejövetelekre, főleg azokban az esetekben, amikor nem egy háztartásban élők találkoznak egymással, tehát gyakorlatilag minden korlátozás megszűnik. Hogy mennyiben hatott erre a delta variáns terjedése, a legfontosabb, legmarkánsabb hatás az, hogy mindaz, amit most felsoroltam, azoknak már június 21-én, tehát 4 héttel ezelőtt meg kellett volna történniük, hogyha a brit kormány tartja magát az eredeti menetrendjéhez, azonban éppen a delta variáns meglehetősen gyors terjedése miatt, abból a célból, hogy az oltási kampány lépést tudjon tartani, illetve előtte járjon a delta variáns terjedésének, ezt 4 héttel elhalasztották, ezért kerül csak most mindenre jövő hétfőn, július 19-én. Több szakértő is még mindig korainak nevezte a teljes nyitást, és azt mondják, hogy még korán sem ért véget a járvány. Elképzelhető-e, hogy később ismét szigorítani kell? Nagyon nehéz ezt megjósolni. Annyit el tudok mondani, hogy jelenleg nagyon nehéz elképzelni ezt, és nem különösen egészségügyi szempontból, hanem politikai szempontból, hogy jelentős és országos kiterjedésű korlátozásokat vezessenek be ismét legalábbis a közeljövőben. Ehhez a járványügyi adatok mindenek előtt a nagyon súlyos kórházi kezelést igénylő megbetegedések számának és a halálozások számának egészen drámai növekedésére lenne szükség, hogy a brit kormány ilyesmire
szánja el magát. Boris Johnson nagyon-nagyon sok politikai tőkét fektetett abba, hogy meghirdesse a nyitás politikáját, a teljes nyitás politikáját, és kijelentette, és most is kijelenti minden nyilatkozatában, hogy ennek óvatosnak kell lennie ugyan, de visszafordíthatatlannak. Innen nagyon-nagyon nehéz lenne visszalépni. Tehát a lényeg az, hogy jelenleg senki nem mondja, még a szakértők sem mondják azt, hogy esetleg majd vissza kell lépni, esetleg majd ismét komoly korlátozásokat kell bevezetni, és ezt nagyon nehéz lenne a brit kormánynak politikailag megoldania, hiszen a saját politikai hátországa, a kormányzó konzervatív párt részéről is nagyon erőteljes nyomás nehezedik rá most már hónapok óta Boris Johnsonra személyesen, hogy ki kell nyitni a gazdaságot, hiszen mikor, ha nem most, nyár van, meg véget ér az iskola július végén, tehát most van a legalkalmasabb idő arra, hogy ezt megtegyék, és meg kell nézni, figyelni kell továbbiakban a járványügyi adatok alakulását. Az Egyesült Királyságból hallhattuk a legfrissebb információkat. És Ukrajnával folytatjuk, ahol az elmúlt három napban kismértékben ugyan, de fokozatosan nőtt az újonnan regisztrált betegek száma. A február 24-e óta tartó oltási kampány alatt eddig csak nem 2,5 millióan kapták meg valamely védőoltás első, 1,3 millióan pedig a második dózisát is, amint egy 42 millió lakos Ukrajnában. Az egészségügyi miniszter nem zárja ki, hogy ősszel ismét zárlatot kell bevezetni az országban a járvány fellángolása miatt. Kádebreceni Mihályt kapcsoljuk a további részletekért. Az ukrán hatóságok mit prognosztizálnak, hogy ősszel, az őszi időszakra a tavaszihoz hasonló szigorú korlátozásokat kell majd bevezetni? Köszöntöm a nézőket, a szigorú zárlatot mindenki szeretné elkerülni, és ebben egyetértés is van a hatóságok között, viszont az egészségügyi tárcavezető legutóbbi interjújában a realitásokat ismerve vázolta a helyzetet. Szerinte ugyanis nem kizárt, hogy lesz újabb zárlat, vagy ahogy itt helyben mondják, lockdown Ukrajnában, mert ősszel a delta variáns miatt ismét erőre kaphat a járvány. Azt is elmondta, hogy a kijevi kabinet minden szükséges és megelőző lépést megtesz annak érdekében, hogy a komoly korlátozásokat majd ne kelljen ismételten bevezetni. Azt szeretnék, ha a 60 évnél idősebbek 80%-ra addigra átlennének oltva, mert akkor elkerülhető lenne a kritikus helyzet az egészségügyi ellátásban is. Egyes politikai telegram csatornák, ezek nagyon divatos hírközlő eszközök Ukrajnában, nos néhány azt írja, hogy elképzelhető lehet az is, hogy akárcsak nyugaton lezárások vagy nagyobb lezárások helyett csak az oltottak számára lesz majd elérhető egy sor dolog Ukrajnában is, mint például az éttermi szolgáltatások, vagy akár az órák hallgatása az egyetemeken. Az országban most stagnálónak mondható a járványhelyzet, az aktív betegek száma 10.622 fő, az elmúlt 24 órában 737 fertőzöttet regisztráltak, ez enyhe növekedés. Jellemző, hogy vannak kisebb-nagyobb ingadozások az új regisztrált betegek mértékét illetően, de már régóta nem lépi át a napi 1000 fertőzöttet. Kérdés azonban, hogy meddig marad így. Most az egész ország zöld besorolásban van, ugyanis csak minimális korlátozások vannak érvényben, és a szájat és orrat elfedő védőmaszkok viselete kötelező a zárt nyilvános helyeken, ahol ugye biztosítani kell még továbbra is a készfertőtlenítés lehetőségét, és a szükséges a távolságtartás is. Ez valószínűleg a következő másfél évben is így fog maradni, legalábbis az országos tisztifőorvos szerint. Kárpátalján eddig 4 delta variánssal fertőzöttet azonosítottak, ők már mind felépültek, jelenleg pedig nem tudnak újabb ilyen mutációval fertőzöttről. Ami jó hír, hogy Ukrajnát az EU most feltette azon zöld országok listájára, melyek állampolgárai esetében fel lehet oldani az utazási korlátozásokat. Ezt ugye az EU két hetente vizsgálja felül. Elérhető lesz a 10 millió átoltott a több mint 40 milliós Ukrajnában, és még egy kérdés, hogy lesz-e ez elegendő vakcina? Ezt még nem látni igazán, de igyekezett van rá, és aki szeretné, az most is elmehet a nagyobb oltópontokba beoltatni magát. Most több módon is próbálnak gyorsítani a kampányon, lehetővé tették például a Pfizerrel való oltást is a kínai Sinovac mellett, de már azon is gondolkoznak, hogy a jövőben az állandó és a hétvégi oltópontok mellett akár a gyógyszertárakban is engedélyezni fogják az immunizálást. Ugye
Mostanáig a lakosság alig 6%-a lett átoltva, ezért már megjelentek olyan hangok is, melyek szerint be kellene vezetni a kötelező oltást. Van olyan infektológus is, aki egész egyszerűen megbüntetné azokat, akik visszautasítják a vakcinát. Ami az oltóanyag utánpótlást illeti, kínai még biztosan van, az Európai Unió is felajánlott most 500 ezer adagot, és Németország is 1,5 milliót, egész évre pedig 40 millióról van szerződése Kijevnek, ami majd lassan érkezik. Ami a legnagyobb feladat, az oltással szembeni bizalmatlanság feloldása, ezzel még meg kell birkózni a hatóságoknak. Ukrajnában tehát ez a helyzet, ezek a legfrissebbek. Körképünket pedig Romániával zárjuk, ahol időszakos tesztelésre köteleznék azokat az egészségügyi dolgozókat, akik nincsenek beoltva. Ennek költségét a dolgozóknak maguknak kell állni. Az egészségügyi minisztérium korábban jelezte, hogy rendeletet készít elő erről, amit most a kormányfő is megerősített. Demeter Katalint kapcsoljuk. Nos, miért vetődött fel a kötelező oltás kérdése? Ennyire alacsony az egészségügyben oltottak száma, illetve az oltási hajlandósággal is baj van? Köszöntöm a nézőket. Kötelező oltás helyett vetnék be a kötelező tesztelést Romániában. A román kormányfőt arról faggatták az újságírók, hogy követik-e Franciaország és Görögország példáját, vagyis a vakcina kötelezővé tételét az egészségügyben, vagy az idős gondozás terén dolgozók esetében. Erre reagálva erősítette meg Florin Kücő, hogy nem lesz kötelező oltás, de akik nem kívánják beoltatni magukat, azoknak tesztelniük kell, és ennek a költségeit pedig saját maguk kell állják. Erről a tervről már korábban is beszélt az egészségügyi miniszter. Joanna Mihaila azt mondta, hogy a pácienseknek joguk van ahhoz, hogy olyan orvossal, asszisztenssel vagy ápolóval kerüljenek kapcsolatba, aki nem jelent számukra kockázatot, vagy legalábbis kevés valószínűséggel fertőzheti meg őket. Ezzel indokolják a beoltatlan egészségügyi dolgozók rendszeres tesztelését, de az erről szóló rendeletet még nem fogadták el, ugyanis a legnagyobb vitákat az a rész váltja ki, hogy a dolgozóknak maguknak kell fizetniük a tesztelést. A szakmai szervezetek tiltakoznak ez ellen. Annak ellenére, hogy januárban először juthattak vakcinához, Romániában még az egészségügyben is sokan visszautasítják az oltást. Jellemzően az orvosok átoltottsága magas, 80% körüli. Az asszisztensek és a kisegítő kórházi személyzeté viszont ettől jóval elmarad. Erre pedig veszélyforrásként tekintenek a hatóságok, különösen, hogy egyre elkerülhetetlenebbnek tűnik a negyedik járványhullám. Romániában tehát továbbra is lassan halad az oltás kampány. Június helyett 2 hónapos késéssel csak augusztus 1-ére érhetik el az 5 millió beoltottat a 19 milliós Romániában. Mit tesznek az oltási kampány gyorsításáért és a delta variáns megfékezéséért? Valóban így van, a lakosság kevesebb, mint 30%-át sikerült meggyőzni eddig Romániában az oltás fontosságáról. Hiába van hetek óta vakcina többlet, a mostani ütemben ez az 5 millió beoltottat, amit még júniusra terveztek, csak augusztusra érhetik el. Az oltáskampány egyértelmű sikertelensége láttán ugyanakkor az egészségügyi hatóságok elkezdték felértékelni a fertőzésből kigyógyultak hozzájárulását a közösségi immunitáshoz. Azt mondják, hogy akár 5-ször többen is átesettek a fertőzésen eddig, mint az az 1 millió 80 ezer fertőzött, aki a hivatalos nyilvántartásban szerepel, és velük együtt a nagyvárosokban, ahol az oltás is jobban halad, a 60%-ot is meghaladhatja a közösségi immunitás. Ennek tulajdonítják azt, hogy eddig sikerült nagyon alacsonyan tartani a fertőzések számát, viszont folyamatosan arra figyelmeztetnek, hogy ez nem nyújt védelmet a rohamosan terjedő delta vírus mutációval szemben, és ez már is megmutatkozik a fertőzési mutatókban. Közel 100 esetben azonosították már Romániában a delta variáns a szúrópróbaszerű vizsgálatokkal, és a számítások szerint július 5-én a reprodukciós ráta már meghaladta az 1-et, vagyis ismét gyorsulóban van a járvány, és a járványügyi szakemberek szerint is további gyorsulásra lehet számítani. Egyelőre nem túl magasak a számok, de például a szerdai 79 új fertőzés csaknem 80%-kal haladta meg a legutóbbi 2 hét
átlagát. Most egyelőre továbbra is próbálják valahogyan felpörgetni az oltás kampányt, a falvakon még igyekeznek tovább oltani, vakcinakaravánokat küldenek, de viszont a hatóságok a korlátozásokon még nem szigorítanak, szinte alig érezheti Romániában a lakosság azt, hogy járványhelyzet van. Arra figyelmeztetnek viszont, hogyha tovább nő a fertőzöttek aránya, akkor automatikusan újra életbe léphetnek a korábban már alkalmazott sárga, illetve vörös forgatókönyve. Romániából hallhattuk a legfrissebb információkat. Kertész Róbertnek az Egyesült Királyságból, Kádebreceni Mihálynak Ukrajnából és Demeter Katalinnak Romániából. Nagyon szépen köszönjük a tudósítást!